Nyíregyháza egyik emblematikus város részéről, a Józsa városról és történelméről derítünk ki mindent, és Gábor helytörténés segítségével. Jó estét, szervusz Gábor! Szervusz. Hát azért akadtam meg egy pillanatra, mert hogy a mindent az valószínűleg nem fog beleférni ebbe a műsorba, és hát gondolom, hogy te rengeteg mindent tudnál mesélni. Miért éppen a Józsa város az, ami mondjuk számodra egy érdekes része Nyíregyházának? Hát ez lehetne akár egy személyes vonatkozás is. Ott alapítottam a családot. Tehát van némi kötődésem a városrészhez. És hát érdekelt a történelme, hogy tulajdonképpen ez a panelrengeteg az miből nőtt ki. És kiderült, hogy persze megírták ezt már történészek előttem korábban, tehát nem én nyomoztam ki. Kiderült az, hogy itt volt Nyíregyházának a legrégibb szőlőskertje. És 1971 és 78 között ebből a szőlőskertből nőtt ki ez a panelrengeteg. Mi volt a legelső, vagy melyik volt a legelső épület? A legelső épületet 1971-ben kezdték a munkálatokat, 72-ben már átadtak egy épületet. Igazából melyik volt az első, azt nem tudom, de az biztos, hogy az a Robinson dom mögött található 10 emeletes épület, az egy meghatározó volt, és azt hiszem aztán a 74-ben adták át. Hogyha már említetted a Robinson dombot, ugye ez is egy nagyon különleges pontja Józsa városnak. Én emlékszem, hogy még az én gyerekkoromban is ott ugye imádtunk szánkózni, általában a fiatalok szívesen találkoztak, és még ma is sokszor megpróbálok olyan szemmel nézni erre a városrészre, mint hogyha most érkeznék a városba, és tényleg az ott egy nagyon letisztult, hatalmas terek vannak, sok zöld felület, tehát mindez, amit a lakótelepekről gondolunk, annak éppen az ellenkezője. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ott például, tehát ha a lakótelepen kellene élnem, akkor ott a domb környékén nagyon szívesen élnék. Az egy szép rész. Mondhatnánk azt, hogy ez a Robinson dob, ez megőrzött valamit azokból a homokbuckából, amik voltak ott a szőlőskertek idejében. Ugye 71-ben, amikor elkezdődtek a munkálatok, akkor ledúzerolták az egész területet, előkészítették a terepet, és ez a Robinson domb, hát mindegyzetnek elpusztított domboknak a emlékét őrzi, és valóban a lakótelepen élők számára egy olyan találkozási pont, olyan kikapcsolódási lehetőség a gyerekek számára, télen is lehet szánkózásra igénybe venni azt a lehetőséget. És egyébként, amit 78, amikor átadták a városrész, lehet ezt mondani, akkor Nyíregyházát emiatt egy híd éremmel is kitüntették. Ezt a Magyar Urbanisztikai Társaság alapította ezt az érmet 68-ban, és 10 évvel később megkapta Nyíregyháza, és az indoklások között ott szerepel, hogy a régi és az új városrészetnek az együttese, az ember és a természetnek a szép kialakítása, és ehhez a Józsa város is belevették. Közben a nézők itt gyakorlatilag hát archív fotókat láthatnak a Józsa városról, és itt a képek között fölbukkant egy ilyen furcsa szoborszerűség, két címeres nyomott téglát láttunk. Mi ennek a története egyáltalán? Ez pontosan hol található a Józsa városban? Ez a Május 1 téren található, a Robinson domb mögött, ti területen. Hát érdekes annak, ez egy ipari emlékmű. Barzó Mihály, a BM monogram az Barzó Mihály nevét fedi. Barzó Mihály téglagyára volt Bújtoson. Ő volt az, aki Nyíregyházát a homok rengetebből nagyvárosra építette, hogy egyik történetéről megfogalmazta róla, és ugye ez a 78-ban átadott panel rengeteg, tehát tulajdonképpen ez a BM monogramú feliratú két tégla, ez a múltat és a jelen köti össze. A régi nagy építőmestert, a Barzót, és a jelen városnak az építőit. Tulajdonképpen, ahogy említetted, ugye a 70-es években kezdett el épülni a Józsa város, és aztán folyamatosan duzzadt, terebélyesedett. Még ma is tart gyakorlatilag magának a lakótelepnek a fejlődése, az építése? Én inkább azt mondanám, hogy a felújítása. Tehát az folyamatos. Volt egy nagyobb 2007-2008-ban uniós pályázatból. Hát tulajdonképpen a fő részét, az Ungvár sétányt újították föl. Nem mindenki tesztését nyerte el ez a történet, valakinek nyilván igen, de azóta hát ilyenek, hogy a központi fűtés, nyilázáró csere, tehát a panelprogram keretében történnek még ilyen megújítások. Maga ugye a lakótelepi élet egy kicsit összefüggött a szocializmusnak a
korszakával, ugye akkor nagyon sokan költöztek be a városba, a fiatalok már szakítani akartak akár a hagyományokkal, a tradíciókkal, egy másik fajta életformát kezdtek el követni. Utána pedig jött egy nagy hullám, amikor megint mindenki a zöldbe vágyott, és kertvárosokba költöztek, és azok, akik ott maradtak a lakótelepeken, azok vagy nem tudtak mondjuk kertes házba költözni, vagy esetleg nem volt kedvük ugye állandóan kertészkedni és dolgozni, közben pedig mintha egy picit el is öregedtek volna a lakótelepen, tehát maga ugye a lakosság, hogy látott ezt most, mennyire tud megújulni mondjuk a lakótelepi életforma, vagy esetleg most már ebben a nagyon rohanó világban ismét egy kedvelt lakóhely lesz mondjuk ilyenfajta épületekben lakni? Hát annak idején, mikor ez a városrész létrejött, akkor a mindenféle ember, tehát a egyszerű munkás embertől főiskolai tanárig, tehát mindenki megtalálta maga helyét. Nyilván ez azóta cserélődött. Most biztos sokan albéletbe adják. Nem tudom, milyen fiatalság szempontjából mennyire, de biztos vannak ott sokan fiatalok is, akik ott élnek. Említetted ugye, hogy személyes elhivatottság vagy családi történet van gyakorlatilag a te kutatásaid mögött. Nyíregyházának mely pontjai azok, amelyek még közel állnak a szívedhez, és mondjuk sok időt és energiát töltöttél magának a városrésznek a történelmének a felkutatásával? Hát minden héten egy-egy ilyen felfedezés számomra, hiszen a Nyíregyházi Napokban van egy sorozat, az Amiről az utcák mesélnek, és abban mindig egy-egy város rész, egy-egy érdekes személyiség, esemény az, amelynek kicsikét utána nyomozok a történetének, és megpróbálom megfogalmazni. Igazából, amik engem érdekelnek a város történetben, azok az emlékjelei, a szobrok és az emléktáblák. A Józsavárosnál maradunk, sajnos Józsaváros az kicsi szobrokban nem annyira gazdag, sőt mondhatnám, hogy szegényes, hiszen a névadónak, Józsa Andrásnak található ott mindössze egy szobra, lehetne azzal is egy kicsikét gazdagítani ezt a városrészt. Gábor, egyébként igen, mi motivál, mi ösztönöz? Vannak visszajelzések, akik így azt mondják, hogy köszönjük, hogy tényleg ezt teszed, vagy csak benned van valami tűz, ami oldhatatlan? Legutóbbi, legfrissebb élmény, most, ahogy jöttem ide, megszólalt egy ismerős idősebb hölgy, hogy olvasta az előző írást, és neki lenne hozzáfűzni valója, csak azért nem folytatott tovább beszélgetésre, mondtam, hogy akkor el fogok késni. Tehát folyamatosak a visszajelzések vannak, és örömteli számomra, hogy sokan, tehát akik megtalálják itt a városban a gyökereiket is akár, meg a jelenüket is, tehát azok számára ez a város történetnek a egyes szeretének az átadása, ez egy oda visszaműködő dolog. Tehát jó az, aki olvassa, meg hát nyilván jó nekem is, hogy erről érkezik visszajelzés. Hát köszönjük szépen, Gábor!